Miskolcra ért a Digitális Család Fesztivál. Az egyik legnagyobb hazai mobilszolgáltató rendezvénysorozattal segíti az okos eszközök világában való eligazodást. Cél a családtagok közti digitális szakadék csökkentése. Feleségemmel két nagy vita témánk van otthon. Hogyha lesz gyerek, mi legyen a neve, és hány éves kortól kapjon majd tabletet. Az új kor új kihívásokkal is jár, vagy a digitális pedagógia szakértő, aki szerint, ahogy a mindennapokban, úgy az oktatásban is fontos az okos eszközök okos használata. Okay, is that Snapchat? Erről szól a Screenagers című dokumentumfilm is, ami azt vizsgálja, milyen hatással vannak az okos eszközök a tinédzserek életére. A digitális kor tehát új kihívások elé állít bennünket is, és a Vodafone ebben is szeretne a családok segítségére lenni. Ezért vezették be a gyerekórát, és ezért indították el a Digitális Család online magazint, ami szülőknek, pedagógusoknak segít eligazodni az okos eszköz használat világában. A mai eseményt azért építettük a Screenagers című film köré, mert ez a film rendkívül alaposan és sokrétűen járja körbe a fiatalok eszköz használati szokásait, így remek kiinduló pontja egy olyan párbeszéd elindításának, ami segít nekünk szülőknek a digitális korban való gyereknevelésben. A digitális kor sok előnyt tartogat. Csöbör Katalin szerint ezért is fontos, hogy az okos eszköz használat lehetősége minden településen elérhető legyen. Az lesz a kor kihívása, hogy melyik ország mennyire tud ezzel az újfajta mesterséges intelligenciával és a digitális világgal élni, és hogy leszünk ebben még okosabbak, még ügyesebbek. A digitalizáció lehetősége mellett védelmet is kell nyújtani a gyerekeknek, és ez összeurópai szinten is kiemelt téma, hangsúlyozta Pelcné Gál Ildikó. Az Európai Számvevőszék is foglalkozik ezzel a kérdéssel. Márciusban adtunk ki egy tájékoztatót éppen a kiberbiztonságról, a bűnöldözés kérdéséről, a bennünket érintő veszélyekről, és arról, hogy ezeket a képességeket, készségeket, ami a digitális érában jelen van, vagy éppen nincs jelen, hogyan lehetne fejleszteni. A fesztivál miskolci állomása a családokhoz és a pedagógusokhoz szólt. A filmvetítést követően a Digitális Család hazai helyzetéről meghívott szakértők beszéltek.